Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Segítségpontban Facebook oldalán. Én Toldi Petra vagyok, a Segítségpontban projekt szakmai koordinátora. A mai webináriumunk előadója Tali Anna Mária pszichoterapeuta, aki már itt van velem, és már is át is adom neki a szót, de előbb néhány technikai információt szeretnék elmondani nektek. Az előadás élőben van közvetítve, így tudtok kérdezni a live alatt. Az előadás alatt mi összegyűjtjük a kérdéseket, és az előadás végén pedig mindenre választ kaphattok. Illetve még fontos, hogyha valaki véletlenül lemarad, akkor vissza fogja tudni nézni itt a segítségpontmának a Facebook oldalán a teljes előadást, illetve a YouTube csatornánkra is fel fog kerülni, úgyhogy ott is bátran rá tudtok majd keresni. És át is adnám most a szót akkor Anna Máriának, és kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Én is miutolva lettem véletlenül. Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, bár ilyen érdekes helyzet ez, hogy fogalmam nincs, kiknek adok elő, ezért igyekszem majd valahogy úgy általánosan beszélni. Én két dolgot szoktam elmondani az előadásaim elején. Az egyik az az, hogy az internet alapvetően egy jó dolog, tehát én soha nem az internet ellen, hanem mellett beszélek. Úgy, hogy arra hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy mire kell figyelni, mire érdemes vigyázni, főleg az ember érzelmi működése szempontjából, a gyereknevelés szempontjából, a fiatal felnőtté válás problémái szempontjából, mert gyakorlatilag nincs már olyan korcsoport, akinek ne kéne valamire vigyázni. A másik meg, hogy azért most itt ülünk a COVID-járvány harmadik hullámában, azt gondolom, hogy nagyon nehéz most jókedvű előadást tartani, meg hurrá optimizmussal előre tekinteni, de azért meg kell próbálnunk hinni abban, hogy ez a helyzet oldódni fog, hogy végül is az embereknek lesz annyi józan eszük, hogy belátják, hogy elértük azt a pontot, ahol már nem vagyunk sérthetetlenek, tehát a világra is vigyázni kell, a földbolygóra is vigyázni kell, meg egymásra is, szóval csak, hogy jó lenne, ha az empátiánkat egymás iránt nem veszítenénk el, fölvennénk azt a maszkot, mosnánk a kezeinket, nem mennénk közel a másik emberhez, és nem felejtenénk el, hogy a vírus szó önmagában azt jelenti, hogy fertőző. Szóval, hogy amikor már most látszik mindenkin a COVID fásultság, akkor azért még mindig elő kell kapirgálni a konténer mélyéről azokat az érzelmi eszközeinket, amire támaszkodni lehet. Nyilván az egyik ilyen eszköz az az online tér és az internet. Ez a cím, az én utolsó kötetemnek a címe, az online illúziók, offline érzelmek ebben, és hogy offline valóság, és benne nyilván az érzelmek. Ez egy olyan, mondjuk így, kettősségre világít rá, ami azt gondolom, hogy nagyon megjelent az életünkben most a vírus alatt, azt gondolom, hogy legalább egyharmadával, de lehet, hogy 50%-kal nőtt mindenkinek a képernyő ideje, akinek home office-a van és homeschool van otthon lévő gyereke, annak lehet, hogy ez 70-80%-ot is jelent, és akkor ez önmagában már egy nagy kihívás, hogy hogyan legyen megtartva valahogy az offline életünknek mindazon öröme és lehetősége, amiben egyébként az a szomorú valóság, hogy élnünk kell. Ugye az online illúziókkal csak az igazi nagy kérdés, hogy tudjuk-e illúzióként kezelni, vagy pedig elhisszük, hogy annyira karnyújtásnyira van, hogy már szinte a realitás köntösében van. És erre persze kicsit meseszerűen mindig van egy-egy történet. Egy startup, ami úgy befutott, hogy dollármilliómosok lettek. Egy applikáció, ami zseniális, és az álomszerű történetek, hát lottó ötösje is lesz embereknek, hát nem ismerjük őket, de biztos lehet tudni, hogy van ilyen, aki egyszer csak hip és sok milliárdos lesz, szóval, hogy vannak ezek a rendkívüli történetek,
És közben az a helyzet, hogy az átlag ember ül az átlag életében, az átlag lakásában, az átlag ruháival, az átlag alakjával, az átlag párkapcsolatában, és nem a pejoratív értelemben mondom, hogy átlagos, hanem hogy mindennapi, hogy olyan emberi, nem egy 23 kilós gyönyörűre sminkelt influencer, aki bármikor is úgy néz ki, mintha a skatujából húzták volna elő, nem egy fantasztikus modell, nem egy hiper gyönyörű vitorlás mellett álló, gantcuccokban feszítő pasi az átlag férfi. Szóval, hogy ugye azok a képek, azok az online képek, amik elérhető közelségbe hozzák azt az életformát, amire az ember meseszerűen vágyik, az akkor nagyon jó, ha ezt tudjuk úgy nézni, mint egy olyan képet, amit jó nézegetni, de ami utána ne okozza azt, hogy vissza kell kerülni abba a szürkébe, a prózaiba, ahol az embereknek táskás a szeme, meg 10 kiló plusz van rajta, meg 3 éve nem vett magának egy új ruhát, és különben se az utolsó divat, és hogy minden olyan nehézkes, és főleg lassú. De ezek azok a pontok, azt gondolom, ahol talán, ha megengednek nekem egy ilyen metaforát, van egy fontos dolog. Én nagyon sok könyvet írtam már az információs kor érzelmi változások, a személyiség működése és a generáció kapcsolata témakörben, és azt minden egyes ilyen kötetben általában leszögezem, hogy van egy nagy különbség abban, ahogy a generációk az életet szemlélik, és ma a kutatóknak az egyik legnagyobb félelme az, hogy a fiataloknak az élettel való elégedettség érzése az valahogy így szivárog elfelé, hogy a legszebb életkorban látják olykor perspektívátlannak a jövőt, és nehéznek, és azt a fajta kilátástalanságot élik meg, amit a régebbi generációk, mondjuk az X vagy a baby boomer nem ért meg, holott átélt rengeteg olyan, pláne a nagy generáció átélte a második világháborút, és az utána követő újraépítkezést, és nekilendült a munkának, és építette a városát és az életét, és ebben nyilván ebben az újraépítésben az az öröm, az nekik megvolt, hogy van hova építkezni, és most azt gondolom én, hogy a túl sok online illúzióval körbevéve nagyon nehéz kitalálni, hogy merre kéne, mit kéne építeni. Tehát amikor az van, hogy az embernek azt sugallják, hogy bármit megtehet és bármi lehet, akkor azzal csak egyetlen probléma van. Nagyon-nagyon kell tudni, hogy az ember mit akar, és akkor azt lehet. Ha az ember az őserdőbe bolyong iránytű nélkül, akkor azért elég valószínű, hogy eltéved, ha nem tudja, merre akar menni. És szerintem ma néha nehéz kitalálni 18 és 35 év között, hogy merre kéne menni. Ebben az értelemben így a 21. század azt gondolom, hogy hozott egy ilyen nagyon komoly változást. A változás, azt persze most mondhatjuk, hogy direkt mondom így, Zuckerberg indította el, aki egész egyszerűen hihetetlen, mondjuk így intuícióval rájött, hogy az emberek iszonyú exhibicionisták, imádják megmutatni magukat, a csütörtöki kajafotótól kezdve a legújabban megvásárolt cuccokig, a koncerten elkattintott fotókig, de még egy álmos reggelt, és akkor nem beszélünk a napi 63 darab szelfiről, amit egy rendes 16 éves minimum megcsinál. Arra is rájött, hogy az emberek iszonyú mértékben voájőrök, tehát ugyanilyen boldogság kukkolni másokat. Az egy másik kérdés, hogy ez nagyon rosszul hat mindenki önértékelésére. Ez egy érdekes megfigyelése volt már legalább 2-3 éve a kutatóknak, hogy alakul az ember elégedettsége, önértékelése és önbizalma. Hogyha veszünk két fiatal nőt, akik közül az egyiket mondjuk elhagyta a párkapcsolata, és kiborult, és iszonyúan érzi magát, és ezt elmeséli a barátnőjének, aki vigasztalgatja, majd ez a síró lány kimegy az ajtón, de 3 perc múlva egy ilyen levegőbe felugráló, iszonyú boldog selfit csinál az autója mellett, és azt kiteszi Instagramra, akkor az ugye egyrészt
egy fricska a külvilágnak, netán még az elmenő pasinak is, hogy ne tessék, itt van, jól vagyok. De ami a legérdekesebb, hogy az otthon maradó barátnő meglátja az Instán ezt a képet, pontosan tudja, hogy a barátnője 11 és fél perce ment ki azon az ajtón boldogtalanul, és ő mégis átél valamiféle, hát ha nem is irigységet, de egy ilyen futó rossz érzést, hogy nem igaz, hogy milyen jól néz ki. Ez a folyamatos összemérés, ez a folyamatos rivalizáció, ezt elhozta az a fajta vizuális széna, amiben már a digitális generációk elindítják az életüket. Ugye ebben három generációt szokás említeni. Az Y, ő már azért így ballag a középkor felé, ugye 82 után született generáció, ő volt az első hibrid. Azért hibrid, mert még a könyvespolcok alá születik, de már a Web2 világában nő fel, és mint ilyen ő az első, aki 15-16 éves korában elkezd először hálózatokban dumálgatni éjszakánként. Utána születik 95-tel a Z-generáció, és 2005 utániak, vagy olykor 2010 utániaknak írják le az alfa generációt, aki már végképp ugye Web3, Web4, Web5-ben kezdenek működni, millió applikáció, millió gyakorlatilag kezelhetetlen mennyiségű információ között, azt állandóan minden nap valamilyen módon átfésülve. Az eszközhasználat számukra nyilvánvalóan már olyan természetes, hogy nem tudnak meglenni nélküle. Nemrégiben egy újságíró mondta nekem, hogy látott egy ilyen arányt, hogy egy 20 éves élete egyharmadát munkával tölti, egyharmadát online tölti, egyharmadát pedig alvással tölti. És ugye ez a középső egyharmad, amit online tölt, ez egyébként a munka és az alvás között ezt hívtuk régen életnek, amikor így lehetne így dolgokat csinálni. És ebben a dolgokat csinálásban nyilván az online tér rendszeres használói, tehát az Y, főképp YZ alfa generációnál az a fajta állandó szembesülés a másik emberrel, az ismerősök folyamatos pörgetése, a Facebook, az Instagram, a Snapchat, TikTok, és nagyon sok olyan felület, ahol folyton a másikat nézzük. Ugye ez nem csak egy voyeur helyzetet jelent, mint ahogy az előbb mondtam, hogy már állandóan megnézzük, hogy mit csinál a másik, hanem egy olyan helyzetet is jelent, hogy amit ő csinál, azon elgondolkozunk, hogy miért csinálja, miért van neki olyan, miért néz ki így, én miért nem nézek ki úgy. Én pszichoanalitikus vagyok, ami azt jelenti, biztos nagyon sokan ismerik, de azért ugye a tudattalan érzelmekkel foglalkozunk, tehát azt mondhatnám, hogy ezen futó érzelmi élmények nem tudatosodnak. Tehát inkább azt mondanám, hogy alattomosan meg tudják mérgezni az embernek az alaphangulatát, és elérik azt, hogy egy kicsit elkezdje fészkelődni a széken, és úgy ne legyen teljesen elégedett magával, és utána, amikor legközelebb kimegy a fürdőszobába, és belenéz a tükörbe, akkor megállapítsa, hogy egészen borzasztóan nézek ki. Ebben az értelemben a rivalizáció, az összemérés a másikkal, az csak azon a talajon jön létre, amit úgy hívunk, hogy láttatás. Ez az exhibíció. Hát ki a fene gondolta, hogy ennyi milliárd ember akarja megmutatni a mindennapjait? Ennyi milliárd ember meg akarja mutatni élete olyan pillanatait, amit úgy ragad meg, mintha egy pillangó lenne, ami elszáll, és soha többet nincs meg, és el kell kapni a pillangót, és ki kell szögezni a parafa táblára. Ez lenne az a pillanatfotó, amit aztán ő eltesz a galériájába, vagy megmutat 3000 embernek. Én tulajdonképpen meg tudom érteni, hogy a pillanatok átélésében, egy nagyon gyors 21. században mindenki azt gondolja, hogy ha nem örökíti meg, elfelejti. De egyébként nem felejti el. Nem felejti el, mert ha tényleg fontos volt, akkor a képhez hozzácsatolódik egy hatalmas érzelmi csomag, amitől ez később önmagától felidéződik. Amikor az ember direkt gyűjti a képeit, az ugye ma nagyon mást jelent, mint régen. Mondjuk 25 évvel ezelőtt képzeljük el, hogy ülünk egy cukrászdába, várjuk a barátnőnket, hogy kávézzunk, ő megjelenik, van nála a három legnagyobb spáros szatyor, abban 9 darab 10 centi vastag fotóalbum, kirakja a kávéscsésze mellé,
és elkezdi megmutatni a 4325 róla készült képet. Ez akkor ott a kávézó asztalnál egészen nyilvánvalóan még egy laikusnak is egy 5 perc után fészkelődést jelentett volna, hogy ó, most ő mit csinál, hogy valahogy nagyon furcsán csak saját magáról van szó, hogy csak saját magát mutogatja. Az információs kor előtt ezt egy kicsit ilyen bizarr dolognak gondoltuk volna, nem is véletlenül, mert egyébként egy normál élethelyzetben, teljes kommunikációs szituációban az ember általában egy beszélgetésben 20-30, max. 40%-ban beszél magáról, és a többiben keresi a közös témát, illetve hallgatja a másikat. Ugye a három spáros szatyorba odavitt fotóalbum, az mutatja azt a túlzó mennyiséget, amit ma egyébként simán átpörgett az ember a galériájában. Ugyanúgy megnézi a másikét is, ha az pörgeti a galériáját, vagy szívesen turkálunk a másik galériájában, hogy kit ismer és mit csinál. Az összemérést azt nem is érezzük, hogy tulajdonképp folyamatosan hasonlítgatunk. Azt onnan lehet tudni, hogy van, hogy néha van annak ilyen kiugró spike-ja, szóval vannak ilyen helyzetek, amikor ez nagyon látszik. Ilyen az a fajta rivalizációs harag, ami azt gondolom nagyon gyakran érezhető az online csetek és főleg kommentek és posztok világában. Ugye amikor látunk valakit, aki mondjuk okos, vagy sikeres volt valamiben, így megnézzük, és az van, hogy jó, lehet, hogy okos, de nézd már meg, hogy néz ki. Ugye, akkor látjuk, hogy létrejön egy olyan mérleg, amiben, hát ha elismerem, hogy okos, legalább könyörgöm legyen narancsbőre. Vagy szóval, ha nem olyan okos, akkor lehet kicsit szebb, tehát azért nagyon szép ne legyen, mert akkor megint kell valamit csinálni. Ez nyilvánvalóan mutatja, hogy az ember a belső saját baráti körében még tudja működtetni az empátiáját, de ahogy terjed ez a kör, és egyre inkább ismeretlen embereket nézünk, ott az összemérés hidegsége az meg fog jelenni. És a rivalizáció hozza magával a haragot, az irigységet, és így jutunk el oda, amit már Andrew Keen 12 évvel ezelőtt elkezdett leírni, egy nagy internetkutató, egy cokfos csávó, nagyon fene gyereke a Szilícium völgynek. Ő írta azt, hogy az internet kora az elhozza a szent amatőrök kultuszát. A szent amatőr kultusza az azt jelenti, hogy most a boldog-boldogtalan tartalom előállító lett. Egyfelől a saját profilján, másfelől meg ahol éri. És ugye még régebben az írástudók azok profik voltak, tehát újságot az írt, aki újságíró volt, könyvet az írt, aki író volt, fotót azt csinált és mutatta meg, aki úgynevezett fotóművész volt, és szóval voltak ilyen dolgok. Addig ugye ma azt látjuk, hogy a hajdani fogyasztó önmaga előállítóvá válva elkezdi kitenni az internet terébe mindent, amilyen neki van. Nyilvánvalóan ez egyfajta narcisztikus attitűddel tud csak létrejönni, mert ha én kiteszem a fotómat, akkor azt gondolom, hogy az nagyon jó. Hát a szent amatőr kultusza a fogalomban már benne van, hogy egy amatőr nyilván azt látja jónak, amit egy profi lehanyatlik a székről, mert hát nyilván azért amatőr, mert nem is tudja, hogy mit csinál. De ezt ugye látjuk, Törőcsik Mária professzornak, Pécsi Tudományegyetem van egy zseniális definíciója erre, hogy itt van a morzsa szakértők morzsa tudásából származó morzsa információk, amiket egyébként sokat látunk a neten. Ugye a szent amatőr kultusza előállítja aztán a hosszú lófarok jelenségét, az pedig azt jelenti, hogy mintha egy igazi lófarkat letennénk egy függvénybe, és akkor látjuk, hogy a lófarok igen nagyon hosszú, hát viszont a magassága nem olyan nagy. És akkor ez itt az előállított tartalmak mennyisége, ez pedig itt a minősége. És akkor tulajdonképpen eljutunk oda, hogy a voyeurizmus, az exhibicionizmus, hogy kiteszem, amin van, meg akarom mutatni, együtt a szent amatőr kultuszával, a tartalom előállítással mégiscsak mindenkit fölhúz egy olyan szituációba, ahol kiderül róla, hogy itt mindenki különleges akar lenni, látszódni akar, meg akarja mondani a tutit, le akarja írni a szerinte fantasztikust, bírálni akarja a bárkit, kritizálni akar mindent, amihez egyébként nem is ért. Ugye most a Covid-ban is nagyon szépen látszott, hogy 6 millió virológus országa lettünk, hát hirtelen pontosan mindenki tudja, hogy mit nem mondanak jól a pécsi virológusok,
Ugye? És akkor mondjuk egy szakemberi gyűlés néz, hogy könyörgöm hogyan. Tehát hogyan történhet ez meg, hogy a tudomány az lekerül arra a polcra, ahol mindenki hozzáteszi a maga kis fejezetét. Ugye ez az internetnek, vagy az online térnek az a fajta jelensége, ahol mindenki összetalálkozik, mint egy piac téren. Csak hogy ez a piac tér analitikus szempontból egy projektív tér, ahova mindenki vetíti a saját olyan érzelmi vágyait, amikkel egyébként a prózai életében nem nagyon tud mit kezdeni, mert hát most egy ember, akinek valami teljesen más a foglalkozás, most emberek mondani semmit, nehogy megbántsak valakit, de szóval, hogy mondjuk, hogy nem tudós, ugye hát ő most kimehet szombat reggel a piacra, és ott a valakinek elmondja, hogy ő egyébként azt gondolja az üstökösökről, hogy nem tudom én mi. Hát azt hárman bólogatva végighallgatják, és aztán elmegy mindenki, és vesz 2 kiló kenyeret. De hogy nem lesz ebből egy komoly konverzió. Tehát nem követi ezt egy olyan hírfolyam, egy olyan komment cunami, amiben egyszer csak kiderül, hogy hirtelen még 35 csillagász van ott, aki pontosan tudja, hogy mit csinál az üstökös. Szóval, hogy ebben az értelemben a projektív tér az megteremtette az emberekben ennek a különlegessé válás vágyának a mondjuk így tartós jelenlétét. Viszont ha ez így van, akkor ugye megérthetjük, hogy miért kell ennyi ezer selfie? Miért kell mindent megmutatni, hogy nekem mim van. Van egy életkor, amikor az ember még imádja megmutatni, hogy milyen van. Ez nagyjából a bölcsödéskor. Amikor az ember üvölt az anyukájának, hogy nézd, mit csináltam, és mutatja a homokozó szélén, hogy az életbe egyszer a kiskacsás homokozó formával sikerült a kiskacsát kinyomni. Amikor először sikerül lerajzolni valamit. Amikor először lehet piros pontot kapni első osztályba. Ugye ez a kisgyerekkor, és mondjuk így 6 éves korig bezárólag, azon életkori szakasz, amikor iszonyúan szükség van arra, hogy az legfőbb szeretett személy, a tekintély személy, anyánk vagy apánk, vagy a önszeretett tanítónéni azt mondja nekünk, hogy hú, de ügyes voltál, hogy nagyon klasszul csináltad. És hát az a helyzet, hogyha nagyon megnézzük ezen felületeket, ahol egyébként az összes létező Facebooktól TikTokig bezárólag összes létező profil, hát valójában nem csinál mást, mint kiteszi azt a birtoktárgyat, amilyen van, amit ő úgy gondol, hogy értékes, és amire iszonyúan vágyja azt a kívülről megérkező lájkot, vagy puszifejet, vagy szívecskét, hogy hú, de jó. Mondhatnék most itt egy piros nyíllal, hú de jó vagy megjelölést, ami azt jelenti, hogy valójában az internet, online tér, közösségi média ilyen fokú elöntöttsége, hogy több milliárd ember ott van, ezek szerint azt is jelentette, hogy több milliárd embernek igencsak felnőtt korában is szüksége van arra, hogy legalább minden reggel mondjuk 4-en mondják neki, hogy hú de jó vagy. Ez nyilvánvalóan az életünkről azért elárul valamit. Hát ha mondjuk egy 45 pluszos embernek ez kell a reggeli indításához, az mondjuk annyira nem jó hír, hogy nem tudja belső előállítású biztonságérzetét és alaphangulatát megteremteni, kell hozzá valami külső megerősítés. Ha megyünk lejjebb életkorban, ott ugye a kutatók aggodalma azért nő, mert ha egy gyerek úgy nő fel, hogy megszokja, hogy minden nap csekkoltatja a külvilágával, vagy a környezetével, hogy amit ő csinál, az jó, amit gondol, az úgy van, amilyen ruha rajta van, az oké, ahogy kisatírozta a szemét, az még okébb, ahogy kihegyezte a ceruzáját, ahogy a TikTokon megcsinálta a karolki videóját, és az ezer dolgot lehetne most mondani, hogy az ugye mind oké. Ebben a visszajelzés hömpölyben ott azért nagyon félő, hogy igen, hamar elindul az, amit úgy hívunk, hogy kívülhordott önértékelés. Hogy egy gyereknek azt kell mondjam, és ez egy nagyon keményen 20. századi mondat is tulajdonképpen, muszáj megtanulnia, és a szüleinek segítenie kell benne, hogy saját előállítású önbizalma legyen, ami akkor is működik, ha a telefonjának lemerül az aksia. Ugye az nem lehet, hogy
hogy ő akkor boldogtalanná váljon, mert nem kapta meg a reggeli adagot, vagy nem kapta meg a napközbenit. És közben meg az a helyzet, hogy a felnőtteken is látszik, hogy ez a fajta online beszerezhető plusz, ez valahogy úgy látszik, hogy nagyon szükséges sok embernek a mindennapi alaphangulata megteremtéséhez. Rá kell pillantania. Nagyon érthetetlennek tűnhet, hogy miért van szükség ekkora figyelemre? Miért kell plusz 300 ember, ahelyett a 6 helyett, aki mondjuk ott van, amiből 2 vagy 3 a család, 3 meg olyan igazi jó barát. Na jó, és akkor még van 2 ismerős, vagy 2 tök jó kolléga, vagy még 3 másik srác az egyetemi csoportban, szóval, hogy föl lehet bővíteni ezt 10-15 főre, akiktől valódi érzelmek jönnének. Miért kell még 150 vagy 1500 embertől valami plusz? Miért kell dicséretekre áhítozni, miért kell lájkot vadászni ahhoz, hogy valahogy érezzük magunkat? És nyilván erre most társadalmi, gazdasági mindenféle válaszokat lehetne adni, de pszichológusként azt kell mondjam, hogy erre a válasz valószínűleg az, hogy egy kicsit, mintha el is fáradtak volna az emberek abba, hogy előállítsák ezt a saját belső minimumot. Hogy mintha elfelejtettük volna, hogy egyébként az alaphangulatunk, meg az, hogy éljük meg az életünket, mit tartunk meg az illúzió és mit a valóság kategóriában, az rajtunk múlik, de hogy ezért tenni kell. Ma a gyorsaság világában, ugye ez az információs korban az egyik legerősebb megatrend a gyorsulás, ma nagyon sok ilyen típusú érzelmi folyamatra azt gondoljuk, hogy egyáltalán nincs idő. Van egy ilyen nagyon vicces paradoxon, hogy bemegyünk egy könyvesboltba, vagy akár felmegyünk nyilvánvalóan valamilyen online könyvesboltba, akkor ott rákattintunk arra, hogy önismereti könyvek, vagy önsegítő, vagy nem tudom én milyen könyvek. Hát én szerintem az egy külön könyvesboltot már megtölt, és ehhez képest sose volt ilyen rossz az emberek önismerete. Mert hogy gyorsan akarunk mindent. Mindenki gyorsan akar jól lenni, gyorsan akarja elérni. Ma például a HR kutatásokban ott van, hogy egy fiatal munkaerő másfél év alatt azért szeretné, ha lehet elérni azt, amit az elődei 15 év alatt. És egy csomó dolog van, amit el tudunk érni gyorsan az életben, csak van egy ilyen nagyon pehes dolog a háttérben, és az, hogy az ember személyisége teljesen múltszázadi módon van bekötve, és az érzelmek direkt lassú fejlődésűek nem bírnak gyorsak lenni. A gyors érzelem az inkább hasonlít egy izére, egy tűzi játékra, amit kilőnek, fúd egy gyönyörű, és körülbelül 20 másodperc múlva ugye fekete pernyeként visszahull, tehát hogy a gyönyörű kép után marad egy marha nagy sötétség, mert általában este csinálja mindenki, és akkor abban a sötétségben ott ülünk, és nézegetjük az emlékeinket. Míg egy valódi érzelem, az lehet, hogy nem 3 másodperc alatt alakul, lehet, hogy például párkapcsolatban hónapok alatt alakul, nem pedig 4 üzenet után, de viszont tartós marad, de viszont ahogy fejlődik, abból lesz egy ilyen megtartó szövet, bármilyen társas kapcsolatunkról is legyen szó, amiben utána lehet kapaszkodni, ami megtart, és ami lehetővé teszi, hogy átéljünk igazi, valódi jó élményeket bizalommal teli légkörben. Mert ez a másik dolog, amit nyilvánvalóan a kipotyogó dolgok közé is szokott sorolni a kutatók nagy része, ugye az empátia, az érzelmi intelligencia, meg a bizalom, az most ilyen nagyon hát nehezen megszólaltatható 3 készségünk, mondjuk így. A valódi bizalom az nyilván valódi társas kapcsolatban hosszú hónapok alatt fejlődik. És milyen érdekes, hogy az online térben olyan, mintha a bizalom nagyon hirtelen lábra kapna. De ennek van egy része, amit látunk, hogy a fiatalokat és a gyerekeket nagyon kell védeni attól, hogy ne adjanak ki adatot, webkamerát ne használjanak, amikor vadidegennel beszélnek, aki mondott magáról valamit, mert hát nem is biztos, hogy ő az, és mégis adnak neki bizalmat. Nagyon-nagyon
méretes most már azt gondolom a mennyisége azon számítógépes csalásoknak, ahol adatokat csalnak ki felnőttektől, akik így elhiszik, hogyha most befizet 20 dollárt, akkor 43 perc múlva 200 dollárja lesz. Hogyan lenne? Tehát, hogy ugye látszik, hogy a realitás azt kezd a háttérbe vonulni, és helyette előtérbe kerül valami, amit igazából, ha felnőttnél nézzük ezt, akkor általában az örömelv mentén működik. Hát azt mondja valaki, hogy 10 perc alatt meggazdagodhatok, wow, azonnal akarom. A gyerekeknél ez lenne az örömelv, ugye ösztönösen megyek az abszolút győzelem irányába. A gyerekeknél pedig a bizalom, hát nyilván nem mindegy, hogy ez a gyerek 12 éves, mondjuk, vagy 17 éves kamasz, ugye ott pedig egy az ismeretlenbe vetett bizalom, az sokszor erőteljesebb, mint a meglévő személyek között átélhető bizalom. Ott pedig azt látjuk, hogy az internetnek az úgynevezett hiperszemélyessége ad egy olyan löketet, amiben az, hogy képernyőre írunk, hogy nincs ott a másik, ugye ettől a fejünkben kirajzolunk egy idealisztikus alakot, azt képzeljük róla, hogy rendes, kedves, jó, okos, stb. Stb. Így, amikor ő valamit kér, akkor mi az idealizált jónak válaszolva azt mondjuk, hogy hát végülis miért ne, ha még ráadásul azt is mondja, hogy több bénák vagyunk, ha ezt nem csináljuk meg, és most ez mindegy, hogy egy fenék szelfi vagy egy bármi, akkor nyilván de lehet veszélyesebb is. Ugye akkor az van, hogy hirtelen az idealizált alak a hiperszemélyesség mentén azt mondta, hogy én egy izé vagyok, hogyha nem csinálom, de hát én nem vagyok egy izé, akkor csinálom. Ugye ez fut végig, ez az idealizált folyamat érzelmileg, ez kinyitja a csapot, kihúzza a dugót pontosabban a kádból, és ott a lefolyón leereszti a józanságot, a realitást, a kontrollfunkciókat, mert úgy ad a bizalomnak teret, hogy az nincs ellenőrizve. Ugyanez a jelenség zajlik, online illúziók abszolút legmarkánsabbika, ugye az influencerekkel kapcsolatban. Ma reggel hallgattam egy interjút egy ELTE kutató csoportvezetővel, csak azért nem mondom a nevét szégyellem, mert csak arra emlékszem, hogy Marci volt a keresztneve, de iszonyú okosakat mondott. Ugye ez a deepfake. Biztos mindenki látta Tom Cruise-nak ezt a kirakott TikTok videót róla, ahol ugye őt látjuk beszélni, nem is ő beszél, mert a deepfake ez már ugye lehetővé teszi, hogy bárkinek a testén, bárkinek a feje ott legyen, és hogy gyakorlatilag el tudunk oda jutni, hogy bárkivel bármit meg lehet csinálni. Bármilyen szavakat a szájába lehet adni. Ez azért ugye elég veszélyes. És ebben az interjúban hangzott el, hogy egyébként rengeteg virtuális influencer van ma már. Nem is valódi ember, és mégis némelyiknek van már 5 millió követője. És ugye az influencer, ha élő, ha igazi, akkor azért ő ugye mégiscsak egy bizonyos szempontból általában üzleti termék. Mert vagy szponzorálják, vagy arra törekszik, hogy szponzorálják. Ez a két variáció van. Van a magukat menedzselő self-made influencer működés, ahol szintén azért mindenkinek a szent amatőr kultuszban, hát néha mondjuk így nem kicsit súlytalanabbra értékelhető anyaga van. De bárhogyan is nézzük, az influencer lett egy olyan fogalom, és egy olyan személy, amivel főképp a 20 és 35 közötti korosztályban olyan érzelmi kapcsolat tud kialakulni, amit már úgy hívunk, hogy paraszociális kötődés, és amiben már vannak olyan kutatási eredmények, hogy mondjuk az Y-generáció 60%-kal közelebb érzi magához az influencereit, mint a saját barátait. Mindez azért történik, mert egy influencer, meg főképp a mögötte felállított admin csapat gondoskodik arról, hogy mindent úgy csináljon, hogy a userben, a felhasználóban vagy a követőben kialakuljon az az érzés, hogy hosszú ideig vele maradnak, ha ő kérdez valamit, azonnal válaszolnak, tehát figyelnek az ő állapotára,
minden nap kontaktálnak vele, ha úgy van. Ezek a barátság alapvető mozgatórugói, hogy hosszan együtt vagyunk, kedveljük egymást, figyelünk egymásra, ő válaszol nekem, ha kérdezem, és tök izgés, imádom, hogy a barátja lehetek. Ugye ez a paraszociális kapcsolat igazából nem valódi. Egy olyan fajta illuzórikus kapcsolat, amire azt mondhatnánk, hogy egy igazi mintha helyzet. Olyan, mintha valódi lenne, de hát igaziból nem az. És még a valódi valóságban tudjuk, hogy mintha kanállal nem lehet levest tenni, addig ugye az online tér által nyújtott ilyen típusú illuzórikus szolgáltatások teljességgel a realitás köntösébe tényleg belebújtatva azt az képzetet keltik nagyon sok fiatalban, hogy most ez így van jól, hogy ezt a helyzetet lehet szeretni. És nem mondom, hogy nem lehet szeretni. A csapda éppen az, hogy de, nagyon is lehet. Így lehet leélni egy fél életet egy széken ülve, nyomkodva egy telefont, vagy ülni egy képernyő előtt, miközben az élet, az egyébként mindenkinek a biológiai életkorát növelve, így mindenkinél múlik. Tehát, hogy ezt nem lehet így lefixálni, hogy ne, hanem az történik, hogy de. És az, ugye az nem mindegy, hogy az élet milyen érzelmi minőségben történik. Azok a zseniális történetek, amiket az online térben olvashatunk, sikerek és gyönyörű képek, és minden nap sütötte, és fantasztikus, annak ugye nyilván megvan ez a másik egyébként ellentetje, az ellentett az a sötétebb rész, azt már tavaly előtt megjelent egy amerikai pszichológus nőnek egy könyve, amiben ő leírta, hogy szörnyű, és aztán cikkeztek is, most nem akarok hazudni, hogy a Psychology Today-ben is megjelent egy cikk, hogy a tinédzserek és a depresszió erőteljes kapcsolati növekedése az ijesztő. Ugye korábban mondtam, hogy a fiatal felnőttek perspektívátlanság érzése is nagyon szomorú. Hát ugyanebben a kategóriába tartozik, hogy 14 és 18 év között a depresszió az igen erőteljesen eléri a tinédzsereket, akik olyan érzelmekkel szembesülnek, amelyeket nem kéne átélniük. De az az egyik legklasszabb életkor, amikor még az ember azt gondolja, hogy mindent lehet, és egy csomó mindent kipróbálhat, és egy csomó mindent megbeszélhet. De ha mondjuk éppen akkor az Instagramon a depressziós fotók az ultratrend, akkor mindenki elkezd olyat csinálni. Egy depressziós fotótól az ember nem lesz depressziós. De egy hangulati szál megjelenik. Minden tinédzserkornak vannak hullámzó érzelmi szakaszai, és nagyon nem mindegy, hogy az merre kanyarodik, hogy annak a depresszív szálnak van-e hova bekapaszkodnia, hogy van-e oda fésülhető több érzelem vagy történés. Nagyon-nagyon fontos lenne azt megértenünk, hogy a trendek, azok általában vizuális trendek. A vizuális trend az mindig nagyon erős, mert sokkal inkább hat a vizuális szcénában szocializálódott generációkra, mint a verbális hatások. Ezt szokta átélni rengeteg szülő, akinek mondjuk kijön a tinédzser lánya vagy fia a szobából, rettenetes arckifejezéssel, megkérdezi, hogy mi van veled, és mondjuk egy tinédzser lány azt mondja, hogy iszonyat ronda vagyok, akkor az anyukája ott áll, és a verbális eszközeivel azt mondja, hogy na de hát szívecském gyönyörű vagy, akkor a vizuális szcénából kijöve, rengeteg gyönyörű fotóból kijöve, ő azt fogja mondani, hogy egyáltalán nincs igazad. Mert hogy rengeteg képhez képes tartja ő magát, nem rondának, egyenesen ocsmánynak. Az anyukája pedig, aki őt a legszebb lánynak tartja, ezt nem tudja felülírni, mert 35 ezer fotót nem lehet felülírni. Ugye a mihez képest itt nyilván az egyik legfontosabb tény, és ebből a szempontból nehéz dolog az illúzió, hogy mikor mihez mérjük magunkat. És nem arról van szó, hogy régen ne vágyakoztak volna a nők, hogy olyanok legyenek, mint mondjuk, nem tudom én, a 60-as években Audrey Hepburn. Biztos sok nő szeretett volna
mondjuk így 24 centi átmérőjű derekat, és hattyúnyakat, és gyönyörű fekete kontyot, csak valahogy az volt akkor még a helyzet, hogy senki nem találkozott össze az online piac téren, a projektív felületen, hanem az volt, hogy Audrey Hepburnt lehetett nézni a filmvásznon, meg lehetett nézni a fotóját, meg vele egy interjút egy újságban. Ettől volt egy ilyen egyszerű hierarchia, hogy ő volt az a mondjuk így híresség, akit mindenki bámult, csodált, pontosan tudták, hogy nem tudom, gyönyörű és nagyon jó színésznő, de az a háziasszony, aki megvette a Hollywood Boulevard, és megnézte benne Audrey Hepburn, utána nem zokogott otthon 3 hétig, hogy ő sose lesz Audrey Hepburn, mert pontosan tudta, hogy Audrey Hepburn ott van, ő pedig az ő életében van. Nem volt ekkora iszonytató közelségbe húzva Audrey Hepburn, hogy tőlünk 2 centire legyen, pont mintha elérhetném. Ugye ez már a médiának is egy ilyen hát kemény húzása az utóbbi 15 évben, hogy a sztárokat, akik ugye egyre inkább gyakran olyan netcelebek, akik valójában semmit nem tettek le az asztalra, tehát nem valódi notabilitások, ugye azt mutatják, mert minden reklám és nagyon gyakran a kampányok és a színészek is, és mindenki erre törekszik, hogy a néző érezze azt, hogy ő egy közülünk. Hát bizonyos értelemben egy közülünk, mert ő is egy ember, de máskülönben meg nagyon nem egy közülünk, mert valamiben nagyon tehetséges, amiben mondjuk én nem vagyok az. Ha én megpusztulok a szorongásaimtól és a dürohamomtól, hogy én miért nem vagyok olyan, mint ő, aki pedig itt van mellettem, tehát velem egyforma, akkor ugye nagyon rossz vonalon indulok el, mert akkor neki nem adom meg a tiszteletet, de valójában saját magamnak sem. Így lehet belekeveredni egy olyan érzelmi állapotba, ahol a nekünk közelhúzott illúzió, az valójában nem jó érzéseket okoz, hanem negatívakat. Hogy nem tiszteletet és jó érzéseket vált ki, hogy láthatom, és milyen jó, hogy van nekünk egy ilyen, hanem azt fogja elérni, hogy én miért nem vagyok olyan. Nagyon nagy a különbség a kettő között. Ha valaki folyton az én miért nem vagyok olyan attitűddel éli az életét, akkor meglehetősen durván hangzik most, ha azt mondom, hogy ő saját magát ítéli egy olyan életútra, amiben a destruktivitás vezényli. És mindezt azért, mert az információs korban élünk, és túlságosan közel jött minden, és elhisszük. Tehát most kellene az a fajta realitáskontroll, amiben vissza kéne tolni dolgokat oda, ahova egyébként valók. Tehát ha van egy tudós, akkor ne gondoljuk már azt, hogy 3 sornyi kommenttel leiskolázzuk, mert majd én azt jobban tudom. Hagyjuk meg őt ott, hogy mégiscsak 400 évet tanult azért a 3 mondatért, amit kimondott. Ugyanígy a tehetséges zenész, színész, művészek rendelkeznek olyan tudással, amit nem irigyelnünk kéne, meg nem destruálni kéne és lerántani arra a szintre, ahova szerintünk valók, hanem magunkat kéne fölemelni oda. Ha nekem tetszik valakinek a hangszeres tudása, akkor tessék, 65 évesen is el lehet kezdeni tanulni zongorázni. Úgy érzi, hogy szeretne olyan izmos lenni, mert nem tudom én ki, akkor el kell menni tornázni. Tehát, hogy mindenben lehet előbbre lépni, csak az ne legyen, hogy az online illúzió, a közelség ígérete, az előállít egy olyan alaphangulatot, ami szikkasztó és tikkasztó, ami szorongásokkal teli inkább sem, mint jó érzésekkel, de legfőképp, ami leértékeli azt a valódi életet, amiben élni kéne. És ez már csak egy ilyen záró gondolat, hogy amikor az ember leértékeli a saját életét, amiben pedig vannak jó dolgok, és lehet benne jó dolgokat csinálni, akkor valamilyen módon merényletet követ el saját maga ellen. Hogyha hagyjuk, hogy az úgynevezett jelentéktelen örömeink eltűnjenek a small talk a boltokban, vagy a piacon, a baráti cseverészések, a kirándulás, a bármiféle kreativitás, a zenehallgatás, a humor, a tánc, a sport, tehát ezek azért társas játék, hogy más nem mondjak, táblás, igazi. Szóval ezek olyan dolgok,
amik vissza tudnak húzni minket abba az életbe, ahol a megélt élmények valódiak, az átélt érzelmek valódiak, és akkor ehhez hozzá lehet húzni illuzórikus képeket, lehet annak örülni, csak közben nem kell megpusztulni abban a szomorúságban és dühben, hogy én nem vagyok ott, nem ülök most a szikláshegység tetején, miért nem? Hát, mert pont konkrétan ebben a fotelben ülök, és önöknek beszélek. Ugye, ha én most itt megpukkadok, se leszek a szikláshegységben, pedig igen, nagyon szeretném megnézni, hát speciál nem fogom. De most ezt ugye meg lehet emészteni valamilyen módon, de nem úgy kell megemészteni, hogy akkor ez itt, ez a fotel most akkor semmit nem ér, mert az ér ott valamit. Ezt a fajta mérleget érdemes úgy egyensúlyba hozni, hogy valójában az internet, online tér, közösségi média, okos eszköz, azonnali érzelmi szükségletkielégítés, hiperkonnektivitás, összemérés, rivalizáció, az mind oda kerüljön, ahol van egy eszköz lehetőségével, ne pedig az életünket vezérelje. Hát köszönöm szépen a figyelmet, én azt gondoltam, hogy így ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon sok új információt hallottam én is, és egyébként nagyon érdekes volt az előadás. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az egész csapatunk nevében, és az összes néző nevében azt, hogy elvállalta az előadást. Kettő kérdésünk érkezett. Az egyik, hogy szülőként itt 15-16 éves fiúval hogyan lehet megértetni, hogy az online tér nem a való világ, a virtuális barátság nem valódi, és nem szabad bízni akárkiben, és megosztani bármit. Két dolgot lehet tenni, ha beszélő viszonyban van az anyukájával, mondjuk ez egy alap. El kell menni vele hosszú sétákra. Ott kell magyarázni. Nem a szobájában, nem a megszokott környezetben, nem a képernyő előtt, és legfőbbképp el kell érni, ebben mondjuk nagyon jó a kutyasétáltatás, vagy ha az nincs, de szóval, hogy telefon nélkül menjenek el valahova. És akkor el lehet kezdeni mondani, de nem a szakadék széléről, hogy ez így nem jó, hanem el kell kezdeni mondani az élet fontos alapértékeit, hogy mennyivel jobb egy olyan barát, akivel tényleg beszélhet, akinek tényleg elmondhat valamit. Lehet hozni saját történeteket régről, nem bezzegelve. Beszélgetni kell, nem kihallgatni, és nem szentenciákat osztani. Ha ez a séta rendszeresíthető, hogy egy héten egyszer legalább, akkor az azért jó, mert akkor egy szülő visszapozícionálja magát oda, ahol jó fejmódon, de mégiscsak arról beszél, hogy van az életnek még egy olyan része, amit lehet másképp élni. Ehhez nyilván kell, hogy az a 15-16 éves fiú hallgasson a szüleire. Ez az életkor, amikor egyáltalán nem szokott senki hallgatni a szüleire, úgyhogy a legjobb tanács az ilyenkor az, hogy iszonyatosan jó fejmódon kell mindezeket elmondani. Tehát semmi szemellenző, semmi módszázadi szlengek, hanem valahogy úgy, ami a legnehezebb, hogy vonzó legyen a realitás, hogy vonzó legyen az élet. Ehhez azt kell mondjam, hogy az a szülő fog jól hozzá, akinek a fején látszik, hogy ezt ő maga is megéli. Nem gondolja, mert ezt kell tanítani a gyereknek, hanem ő maga hitelesen szintén szereti az életét. Tehát ez azt jelenti, hogy ne egy olyan délután induljon el a fiával, amikor egyébként egész nap szorongott a főnökétől, és másra se vár, mint hogy valami már történjen az életben, mert akkor az arcára kiülő érzelmek teljesen ellentétesek azzal, amiket elmond. Ezt minden 15 éves Jakub papolásnak veszi, és egyébként akkor igaza van. Tehát jókedvű szülő tud jókedvű dolgokat mondani az életről, és sztorizni a saját barátságaitól, ról úgy, hogy az nem tűnik egy ilyen most, ha kimondom, eszembe jutott, nagyon nem tetszett nekem, de hogy nem tűnik egy ilyen oké boomer dolognak. Tehát, hogy arra kéne vigyázni, hogy ez a fajta jó viszony, ez valahogy kialakuljon. Egyébként, ha ezt sikerül beindítani, akkor utána egyébként lehet keresni olyan könyveket, rengeteg, például a Tilos az Á könyvek nagyon jók, a Igazi Tínédzser szakirodalom,
magam is szoktam hivatkozni rájuk kötetben is. Nagyon jó regények vannak, ilyen tini regények, amiben egy csomó ilyen típusú probléma fel van dolgozva a barátságokról, az online tér sebezhetőséget okozó hatásairól, és akkor azt így el lehet kezdeni együtt olvasni, lehet nézni közösen filmeket, és erről beszélgetni. Tehát vissza kéne hozni a kultúrának azt a részét, amelyik annyira lassú, hogy közösen lehet csak filmet nézni, és utána lehet erről mondjuk beszélgetni valami módon úgy, hogy időrendben nem kell 3 órát ezzel tölteni, lehet, hogy először ez csak 6 perc, lehet, hogy egy felvillanás, lehet, hogy először csak így meg kell alapozni, hogy azzal a 15 évessel szóban lehessen állni. Egy a lényeg, vagyis hát kettő, hogy jó fejmódon kell csinálni, és szörnyen következetesen, ez több hónap. Ezt így most nem elkesetítőleg mondom, általában egy gyereknevelés helyzetében minden több hónap, ez is. Köszönöm szépen ezt a részletes választ. Közben befutott még egy kérdés, ami nem szakmai, úgyhogy először azt feltenném, hogy Anna Mária szerint mikortól is hogyan engedhetjük be a gyermekeket a közösségi térbe? Hát én az angol és amerikai kutatókkal értek egyet, én 12 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlom. Most ugye ez teljesen megdől a Covid-ban, amikor már alsó tagozatban is online folyik a tanítás, de amúgy, ami a közösségi médiát illeti, ott 12 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a kutatók. Ehhez szoktam én elmondani, hogy iskolai eszközként használva akár asztaligépet, akár tabletet, akár telefon, arra azért lehet ügyelni 12 éves kor alatt, hogy ne legyen rajta közösségi média, mert ez még az az életkor, ahol a nagyon durva közösségi média felületek, a durvát abból a szempontból értem, hogy nagyon károsan, abból a legerőteljesebb a Snapchat és a TikTok, meg az Instagram. Ez több kutatás hozza ki ezt a hármat dobogósnak, hogy például a kislányoknak az önértékelés, önbizalom képességét a személyiségében annyira destruálja, hogy annak maradandó hatása lesz. Úgyhogy körülbelül ez az az életkor. Köszönöm. A következő kör is szakmai kérdés lenne, hogy mit gondol, miért fontos az önismeret? Most mit mondjon erre egy pszichoanalitikus? Az önismeret az azért fontos, hogy az embernek nagyjából fogalma legyen arról, hogy mit miért csinál, miért pont azzal csinálja, akivel, ami nem 1000%-os tudatosságot jelent az életben, mert abba bele lehet pusztulni, hogyha nem lehet spontán működni, de hát szerintem a 21. század kifejezetten azt az életet hozta el, amikor például egy érzelmileg sikeres életnek alapvető feltétele, hogy valakinek legyen tudomása a saját érzelmi működéséről, hogy más nem mondjak, hogy milyen ő általában, hogy milyen ő csoportban, hogy mit szoktak róla gondolni, hogy működik ő egy munkahelyen, hogy működik a barátságaiban. Nagyon sokszor az ember egyáltalán nem gondol így kívülről önmagára, hogy milyen ő. Ehhez mondjuk néha érdemes barátokat is meghallgatni, hogy most akkor ez jó volt, vagy nem volt jó, vagy igazam volt, vagy nem volt igazam. Az önismeret az nagyon hasznos abban, hogy az ember fejlessze aztán az empátiáját, az érzelmi intelligenciáját, és ne fusson bele olyan hurkokba, amiket nyugodtan kihagyhat egyébként, ha egy kicsit figyel. Szuper, és még egy utolsó kérdést feltennék, ez még ehhez kapcsolódik, hogy hogyan óvjuk meg önbecsülésünket az online illúziósnista világ veszélyeitől? Hát minél kevesebbet kéne nézegetni. Nem merem azt mondani, hogy tessék leiratkozni, mert nyilván akkor iszonyatosan módszázadi leszek. Szóval csak hogy mértékkel. A mérték az azt jelenti, például ez egy 8 évvel ezelőtt, ide azért még mindig érdekes adat, hogy például az amerikaiak leírták, hogy létezik a 35 körüli nők életében egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy Pinterest stressz, 30 perc pinterestezés,
pedig már rég nem Ryan Gosling a nyitóképe a férfiak topiknak, ami hát egy izé volt. Szóval 30 perc Pinterest mérhetően csökkenti egy nő önértékelését. Ugye gyakorlatilag azt kell tudni kivédeni, hogy telítődjön az a fajta receptorunk, ahol a másikat, más nőket mondjuk nézzük, ahol az első rossz érzés megjelenik, hogy jaj, már túl szép, na akkor kell abba hagyni, hogy a józanságát mindenki megőrizze, meg a saját magával kapcsolatos érzelmi viszony, aminek muszáj jónak maradni. Ennek az az alapja, hogy egyáltalán legyen önmagunkkal érzelmi viszonyunk, ez nagyon fontos, és az önértékelésen egy alapvető része, hogy folytassunk belső monológokat, ami nem a megőrülésnek a jele, hanem egy ilyen checking arra vonatkozóan, hogy igazából miről mit gondolunk, vagy hogy érezzük magunkat. De ezek nagyon jó dolgok. Nagyon szépen köszönöm. És hát köszönjük szépen az előadást is. Tényleg fantasztikus volt, nagyon sok mindenkitől kaptunk visszajelzést az élő videó alatt is arról, hogy nagyon hasznos volt és érdekes az előadás. Én közben elmondom a nézőknek, hogy Tarianna Mária Facebook oldalán sok-sok információt találhatnak a könyveiről, előadásairól, úgyhogy én arra bíztatok mindenkit, hogy kövessék be a Facebook oldalát, és hát reméljük, hogy minél hamarabb most már lehet a való világban is találkozni, és előadásokon részt venni. Úgyhogy hát addig is az online térben mi is igyekszünk további érdekes előadással előállni, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is, és kövessétek oldalainkat. Én további szép estét kívánok mindenkinek, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ma is.